Sziasztok! Majdnem vége van az évnek, és megyünk a Fitmarketbe, Újpest központban vagyunk. Hova kell Fitmarketet csinálni? A Dohánybolt mellé, hát ez logikus. És az a helyzet, hogy azért jövünk ide, mert meg akarom mutatni a marhahúst a Kati Bélának. Az van, hogy Kati Béla egyébként ilyen szakácsmester, és Gordon Ramsay-t nézi állandóan, és unalmában virágot köt, meg főzöget. Ezt a két dolgot szokta csinálni, hogy főz és virágot köt. De elmondhatod az igazat is. 10 éve nem főztem semmit. Megsúgom. Mindig volt, aki megfőzze nekem, vagy megoldottam valahogy, vagy rábíztam valakire, de én 10 éve nem főztem. Ezért kell, hogy az emberek legyen csaja. Mert balekok ezek a nők teljesen. Hát, vagy valakire mindig rábíztam valami. De kire tudod rábízni? Valakinek adtam pénzt, hogy ezt meg ezt a kaját főzd le, hozzad. Ilyen van. Persze, megcsinálják. Ez rohadt jó ötlet. Igen, majd mit tudjam én, a kaja 30% az övé, és akkor megcsinálja. És amúgy is főz magának, és akkor hozzálak rá az enyémet, és semmivel nem kerül több időbe neki, de nyer egy csomó, anyagilag előrébb van sokkal. Ezt én nem tudtam. Nekem meg tök egyszerű. Ezt nem tudtam. De fogsz egy versenyzőt, aki éppen versenyre készül, igen, amikor te, és akkor ő jobban jár, mert jobban jön ki neki pénzügyileg, így és van. Gyakorlatilag tök mindegy, hogy most ennyit főzök le, vagy ennyit. Én nekem meg az idő spórolásom, így spórolok ezzel, én annyi idő alatt sokkal több pénzt meg profitot tudok termelni, mint amennyi időt elvesztenék a főzésre. De a te életmódod ma simán beleférne, hogy főzögessél, nem értem, hogy miért nem csinálod. Igen. Hogy díszítgeted a tányért, tudod csinálni ilyen kis csíkokat rá, hogy szép legyen. Simán belefér. Tojásrántottat néha szoktam csinálni. Na de a marha! Az olyan egyszerű majdnem, mint a tojásrántotta. Amúgy tényleg egyszerű, tehát nem mondom, hogy nem főztem, tehát van olyan, hogy főzök. Tehát marhát is, rengeteg marhát eszik egyébként, mert ugye tudjátok, hús csak húsból lesz. Tehát rengeteg húst eszek. Marhát az kifejezetten sokat eszik, ugye a csirke mellett, mert a csirkének az ízét annyira nem szeretem. Csirke halat is szoktam enni. A csirke azért a szarab? Marhát szeretem amúgy is a legjobban. Hát az a legjobb. Az a legfinomabb. Legjobban az áll közel az emberi izomzathoz, és hiába bontja le az emésztőrendszered, akkor is. Meg a feelingje, Csirkét eszek, vagy marhát eszek. Hát, érzed? De, persze. Tehát, a hogy akartok kinézni, mint egy csirke, vagy mint egy marha? De ennyi. Ez sose jutott még eszembe. Ez a legjobb. Az vagy, amit eszel. Ennyi, hát inkább legyek marha. Ez a kedvencem abszolút, mert nagyon könnyű megcsinálni, és ráadásul nem drága, és ugye mivel darált marháról beszélünk, ami viszont alacsony zsírtartalmú darált marha, ezért nagyon könnyű megcsinálni, meg megenni. Tudod, mert már nem kell összerágnod, mert le van darálva. És arról volt szó, hogy mivel forgatunk, most ma erről főleg, ezért le kell tesztelnünk a marhát, de mivel kurvára sietik, ezért most megesszük nyersen. Hát ennyi. Mert ez olyan jó, hogy nyersen meg lehet. Marhát még soha nem ettem nyersen, le kell tesztelni, nézzük, hogy mi lesz belőle. Nyers marha teszt. Ennek tudod mi a története? Ezt egy haveromtól kaptam, csak elhagytam a felét. Egy haveromtól kaptam, mert látta azt a BBTV-t, amikor mentünk Olaszországba, és telefonnal kellett megenni a rist. Mert nem volt nálunk evőeszköz, mert akitől hoztik a kaját, annyi eszük volt, hogy nem raktak be műanyag evőeszközt, és azért vett nekem egy ilyen, szerintem ez olyan, mint a honvédségi kanálgép. Csak a felét elhagytam, és jó lenne, ha ki tudnám nyitni. A villát mutasd, azt nézd ki. Kést kéne kinyitni, mert azzal tudom kivágni. Pályára de van rohadva. Bazd, mi nem vagy elég erős. Van valaki egy hátblad? Figyelj. Tudományosan megoldjuk. Így lehet az embernek rohadtul elvágni mindenét. Már majdnem. És nem lenne ollóval egyszerűbb kinyitni, bazd. Azért adtam amúgy, de azért vagyok kés. Ezt fölvetted, remélem. Jó, akkor jó. Ezt nem vágjuk ki. Hogy ki akartam ollóval nyitni a kést, azért, hogy kinyissuk a marhát. Érted? Ez brutál. Ez okos volt. Így ilyenkor... Jó, Bari, te kezded a nyers hústevéssel, olyan is, hogy nézem. Nekem van rutinom benne. Tényleg? Jó. Nem már, bazd meg. Életemben nem kóstoltam a nyersen a marhát. Tojásléve még lekülditek. Nem, azért nem kell elbaszni. Ezt nem kell elbaszni. Egészségedre. Jó. Mondtam nekem. Bazd meg, tényleg jó. És igazából só borst. 5 nap múlva találkozunk a kórházban. Szalmonella és rák fertőzéssel. De igazából, ha belegondolsz, ha ezt besóborsozod, de így is jó íze van, besóborsozod, meg az bele vörös hagymát, akkor szevasz, kész.
Na, most elmegyünk hozzám, és megcsináljuk a világ legegyszerűbb marhahús kaját, ami alap. Tehát azért is rakjuk ezt BBTV-be, mert ezt mindenkinek tudni kell, hogy hogyan lehet darált marhahúsból nagyon egyszerű, és nagyon finom, és nagyon gyorsan elkészíthető, és mindenhova elvihető kaját csinálni. Saroli marhát fogunk használni, aminek 2,5%-os zsírtartalma van, tehát alig zsírosabb, mint a csirke. De tudni kell, illetve a csirkemell, de tudni kell, hogy a csirkemell az tragikusan egyre rosszabb minőségű. Tehát ugye az embernek a csirke volt a kedvenc kaja jó sokáig, meg ugye csirke rizs elven táplálkozunk, de valójában sem a csirke, sem a rizs nem áll még csak közel sem a tökéleteshez, legalábbis nem a mezei rizs és nem a mezei csirke. Sajnos a csirke mell minősége az utóbbi pár évben drasztikusan leromlott. Brutálisan rossz lett, nem tudom miért. Az nem jelenti azt, hogy ne egyetek csirkét, nem kell tőle félni, csak nem kell tőle azt a minőséget elvárni. Az ideális állapot az az, hogyha többféle fehérjeforrás van. A csirke árteljesítmény nagyon jól jön ki a csirkemel. Nyilván. Én azt javaslom, hogy mindenképpen használjatok csirke mellett a fehérjeforrás sok közül egynek. Aztán használjatok marhahúst, használjatok tojást, használjatok teljes hófehérjét, és esetleg még lehet valami kazein forrás tápanyag. Ez így lesz tökéletes. Sokkal jobb így, hogy a többféle fehérjeforrást kombinálunk, mint hogyha mondjuk csirkéből lennénk kétszer annyit. Gyakorlatilag egy idő után az ember rájön, hogy az őrült mennyiségű táplálkozás az nem vezet túl sok jóra. Nyilván egy Molnár Petinek elég sok húst kell megenni, de egy átlagos embernek, mint én vagyok, vagy amilyenek általában ti vagytok, nincsen szükség olyan őrült nagy mennyiségű kajára. Hozzáteszem, még a kis Jenő sem nagyon eszik többet fél kiló húsnál. Ott tartottunk, hogy megcsináljuk a marhahúsunkat, aminek az alapja a hagyma lesz, mert Magyarországon mindennek az alapja a hagyma. Hagyma kell. Hagyma azért kell, mert el kell jutni a táplálkozási fejlettségben arra a szintre, hogy már nem akarsz moslékot enni. Erre a szintre könnyű eljutni, csak a nem akarsz moslékot csinálni szintre, arra már egy kicsit nehezebb, de az is megoldható egyébként. És még olyan alfabétáknak is sikerül, mint amilyen én vagyok. Nem biztos feltétlenül, hogy BBTV-n nézők tudják, hogy van egy gasztronómiai műsorunk, ami a Shopbill hírlevelébe szokott kimenni. És ott megkaptam az egyik legnagyobb dicséretet most a napokban, amit lehet kapni. Azzal a koncepcióval, amit ott csinálunk, ugyanis egy olyan srác írt, aki tud főzni, elvileg profi, és azt mondja, hogy szakmailag a műsor rettenetesen szar, de ő mindig megnézi, mert nagyon jól szórakozik rajta. És ugye pont az a lényeg, hogy én alapvetően béna vagyok, és azokhoz szólok, akik hozzám hasonlóan bénák, és paráznak attól, hogy nem tudják a kaját megcsinálni. Hát én is úgy voltam mindig, hogy én nem tudok főzni. Ugye nem nagy ügy, mert fogod, összedobálod a dolgokat, és akkor abból lesz valami. De ez általában moslék lesz, és én évekig ettem moslékot, ami aztán eléggé behatárolja az embernek a lehetőségeit, mert azt egy idő után meg fogod unni, és például látni sem akarod a diétát, meg a normális táplálkozást többet. Ebben még sokat segít az is, hogyha esetleg olyan munkád van, meg sok dolgod van, meg az egész irányában már nem vagy olyan elkötelezett. Ez nyilván sokat tud segíteni ebben, hogy ne foglalkozz komolyan a táplálkozással, de vissza lehet billenni azzal, hogyha rájössz, hogy igenis lehet normális kaját csinálni, anélkül, hogy el kéne menned a nagy szakács egyetemre, és 10 évig kéne ezt tanulni, csak rá kell jönni bizonyos alapokra, amire nekem már sikerült rájönnöm, igazából gyakorlatilag Fitmarket Tomi segítségével, akivel elkezdtük ezeket a hogyan csináljunk normális kaját jó alapanyagból történetet, a kulcs mindig az alapanyag. Nem te vagy a hülye, ha nem jó, amit csinálsz, hanem az alapanyag a rossz. Ez ilyen egyszerű. Szarból nem lehet vállat építeni, ez érvényes a kajára is. Aztán a kajából építendő izomzatra is érvényes. De mai napig rengeteg szerencsétlen van, aki a termekbe jár, és azt gondolja, hogy ő majd ilyen szendvicsekkel, meg felvágottal, meg túróval, meg ilyen szarokkal izmot fog tudni építeni, de nem lehet. És ugyan nekem már 1000 éve nem a izomépítés van prioritásban, hanem az, hogy az ember testének egy fizikai munkára szüksége van, és ez a megfelelő táplálékra is szüksége van, tehát az egészség van nekem prioritásban, de egészséges sem tudsz lenni,
ha nem jó minőségű táplálékot használsz, és a jó minőségű tápláléknak a kulcsa pedig az alapanyag. A másik dolog, amitől parázni szoktunk, a fűszerezés. Jaj, nem tudom, hogy kell fűszerezni. Nem kell fűszerezni semennyire. Gyakorlatilag, amire szükséged van, az sóbors, semmi más. A magyar konyha ugye híres a intenzív vízekről, de azt annyiból túldramatizáljuk általában, hogy az intenzív vízeket összekeverik azzal, hogy nagyon kell mindent fűszerezni. Tehát ami nagyon rossz Magyarországon, annak ellenére, hogy én ugye, mint gasztronómiai analfabéta beszélek hozzátok, ami nagyon rossz a magyar konyhában, magyar hétköznapi konyhában is, hogy mindent úgy képzelünk el, hogy vannak ezek a közismert fűszerkeverékek, ami egyébként meglehetősen rossz minőség, és akkor azzal nyakon öntünk mindent, és megvan oldva, de erre egyáltalán nincs szükség, akkor, hogyha jó alapanyagot használsz, mert mint láttátok, az előbb nyers húszt eszegettünk, és volt neki íze. Tehát vállalható íze van a sarolé marhának, még nyersen is, és ez azért van, mert ez nem egy tejelő marhának a húsa, hanem ez egy húsmarhának a húsa, ami egészen más zamatanyagokkal is rendelkezik, meg természetesen, mint hús is teljesen más minőséget képvisel, ezért van az, hogy alacsony a zsírtartalma, mert ez gyakorlatilag egy olyan állat, ami izmos. Tehát ez úgy van az állat tenyésztve, hogy izmos legyen. És ezért nagyon jó minőségű hús az, ami kinyerhető belőle. A másik oka, hogy nyersen is a sarolé marhának még nyersen is jó íze van, az, hogy ez egy érlelt hús. Ez nagyon fontos. Tehát ezt egy érlelési eljárás során olyan állapotban kapjuk meg, így készen, vákum csomagolva, ugye ebben az állapotban. Ezt olyan állapotban kapjuk meg, hogy ez gyakorlatilag már rendelkezik azokkal az enzimatikus folyamatok után létrejött ízanyagokkal, ami ezt az élményt adja minőségbe. Ezt egy kicsit katifántosan sikerült megfogalmazni, de talán érthető, hogy ez nem ugyanaz a dolog, mint amikor a sima tejelőmarhát levágjuk, aztán le van fagyasztva és megy akárhova. Ez egy külön olyan eljárással kezelt hús, aminek a célja a jobb ízélmény. Tehát az a lényeg, hogy ki van ez az egész találva. Hagymánk, amit itt lányos zavaromban elfejtettem rendesen alápirítani, de mindegy. A hagymánkba behelyezett sarolé marhánk, az kiengedte a levét. Tehát amikor elkezd a marha itt sülni és főni egyszerre, akkor azt látjuk, hogy bebarnul. Vannak ezek a rózsaszínes részek, és egészen addig kell lesz nekünk itt bűvölni. Ugye szétnyomkodom először kanállal, fakanállal, addig kell bűvölni, amíg bebarnul. De közben meg lehet kezdeni a dolog ízesítését. Ez szintén nem lesz egy atomtudomány. Egyébként azt meg elfejtettem mondani most, hogy itt beszélünk róla, kókuszsírt használunk. A kókuszsír egy nagyon jó dolog. Olyan kókuszsírt kell venni, ami nem hidrogénezett. Ez nagyon fontos, hogy ne hidrogénezett kókuszsír legyen. És sokan azt gondolják, hogy a kókuszsírnak kókuszíze van. Van olyan kókuszsír, aminek kókuszíze van, általában az extra szűz, de ennek nincsen kókuszíze, ez egy semleges ízű zsíradék, teljesen jó, és az a lényege, hogy jól bírja a hőkezelés, nem alakul transzsírá. A kókuszsírt egyébként szokták fogyasztani mondjuk ketogén diétában a zsírbevitel fokozása érdekében is, de mondom, nagyon fontos, hogy ne hidrogénezett kókuszsírt használjunk semmelyik esetben sem. Ami nekünk kell, az a két dolog, a gagyi borsszóróban levő bors és a só. Tenger is ott használunk természetesen. Sót aztán általában kell neki azért adni, hogy legyen íze, meg bors. Innentől már van íze a dolognak, de ugye ne felejtsük el, hogy alapban is finom ez a hús. És nekem van olyan ismerősöm, aki például úgy szokott belőle akár burger húspogását csinálni, hogy egyáltalán nem sózza meg. Meg nem borsozza meg, meg semmit nem csinál vele. Amit még fogunk használni, az egy nagyon echte magyar dolog, ez a paprika. Szép piros lesz tőle. Én szoktam még rátenni petrezselymet is. Hát sajnos gagyi módon csak ilyen aprított bolti petrezselymem van most. De ez nem kötelező, én csak ezt úgy szeretem. Most nagyon szorul megy ez nekem, majd egyébként meg kihagytam a fokhagymát, de azt is berakjuk mindjárt a fokhagymát.
Szóval az az egészben a vicc, hogy teljesen mindegy, hogy mit dobálsz bele ide. Teljesen mindegy. Tehát amihez kedved van, olyan fűszert raksz bele, amit akarsz. Ide a jó lesz, nem tudod elrontani egyszerűen. Én rakok bele egy kis paradicsom sűrítményt is. Ezt az egészet fel lehet önteni akár vörös borra, hogyha azt az ízvilágot kedveled. Fokhagyma nyomó készülék. Szilárdan meg voltam sokáig győződve, hogy meg kell pucolni a fokhagymát előtte, de nem kell. Másikat. Kész. Kellemetlen elmosni. Ha már fűszerekről volt szó, Fit Market Tomitól kaptam egyébként. Ajándékba ezt valaki csinálta. Ez egy házi készítésű fűszerkeverék. Hát ilyet ugye szívesebben használ az ember, mert tudod, hogy ez miből van, mint a bolti gagyit. Lehet kész fűszerkeveréket is használni, de abból is nagyon fontos, hogy minőségi fűszerkeveréket használjunk. Hát nincs szükséged arra, hogy a Tesco-ban a commerce fűszer dolgokat levedd a polcról, mert általában nem jók. Jobban jársz, ha maradsz a sóborsnál. Na, és hogy lesz ebből az egészből mexikói kaja? Hát egyrészt úgy, hogy rakunk bele zöldségkeveréket. Másrészt úgy, hogy rakunk bele egy picike csillit, mert nem szeretem a csípőset én sem. Meg sokan nem szeretjük. De ettől még ad neki egy új ízt, hogyha észre használjuk. De előtte, mielőtt a csillit megtalálom egyáltalán, egy kis Worcester szószal meglocsolom a témát. Ezt sem muszáj használni. De én szoktam. És most felöntöm vízzel. Miért pont bögréből, azt ne kérdezz, ez jutott a eszembe, vagy ez került a kezembe. Ez egy vízszűrő készülék. Tehát ez a normális csapvíz, ez pedig a vízszűrő készülék. Ebből itt nekem teljesen szűrt víz jön, amiben semmi nincs. Nagyon villantós csili adagoló készülék. Hoppá, ez egy kicsit lehet, hogy sok lesz. Csak ilyen pöttyöket nyomok bele, hogy ne legyen csípős. Rohadt erős, tehát ezt ne próbáljuk meg így benyomni a szánkba, mert baj lesz. Most annyi dolgunk van, hogy megvárjuk, amíg elforr a víz, vagy elfő a víz. Annak függvényében, hogy meddig tartjuk, így a gázon, illetve az elektromos, de tök mindegy, annak függvényében, hogy mennyi vizet hagyunk meg, annak függvényében lesz ez ugye folyékonyabb vagy szilárdabb, meg lehet csinálni egészen úgy, hogy nem ilyen pörköltes jellegű vagy, nem tudom, hogy hívják, tehát nem ilyen szószos kaja lesz, hanem egészen leforrod az egész vizet róla, és akkor kapsz egy ilyen morzsalékos darált hús dolgot, az is működik, hogy meghagyod folyékonyabbra, ha azt tetszik, akkor levesnek meghagyod, tök mindegy, de a dolog lényege az, hogy ezzel tudsz variálni, mindig a folyékonyabb az mindig könnyebben csúszik. Nekem a kedvencem, ezt most azért nem fogjuk megcsinálni, egyszerűen nincs időnk rá, ez a barna jázmin is, szerintem a BBTV-ben már mutogattuk ezt a történetet, egyszerűen ez rohadt jó. A jázminizsnek a nagyon jó ízét ötvezi a barna rizsnak a beltartalmi értékeivel, csak hát az a baj, hogy egy kis idő kell azért, mire ez elkészül, és mi most ilyen iszonyat rohanásban vagyunk. Kezdünk alakulni. Az az érdekes egyébként, hogy amikor itt látod, hogy ez most mennyire folyékony, tehát most már nem olyan érzésed van, hogy ez a kaja így le van öntve vízzel, és a vízben itt úszkál, hanem már egy ilyen szószban úszik az egész inkább. Már összefőtt ez a történet. Ilyenkor arra kell figyelni, hogy amikor majd ezt le fogod zárni és kihűl, akkor az egész sűrűbb lesz. Tehát el lehet rontani, az ember túlfőzi, nagyon kevés lét hagy, akkor tényleg nem lesz majd lé a végén, és nem kapsz egy ilyen folyékony kaját. Azt tudni kell, hogy itt már nagyjából alakulunk ahhoz, hogy egy ilyen csilisbab-szerű szószos valami legyen, az körülbelül ez a szint. Tehát ennél lesz már sokkal tovább nem kell főzni igazából, gyakorlatilag le is vehetem. Ez gyakorlatilag itt most fél kiló sarolé marha, és ha be vagy valamennyire korlátozva, ugye két opció van, vagy tömegelünk és eszünk annyit, mint amennyit tudunk, tehát eszünk annyit, mint az állat. A másik verzió, hogy diétázunk, és akkor van egy limit. Van egy harmadik verzió is, amikor te nagyon profi vagy, és eldöntötted, hogy jaj, kihagytam az előbb a felsorolásból a halat, de jó. A hal is legyen ment a fehérje források között. Tehát te nagyon profi vagy, eldöntöd, hogy eszel csirkét, halat, marhahúst, tojást,
és esetleg valamilyen kazein forrásból származó tápanyagot, akkor nagyon nem mindegy neked költséghatékonysági szempontból sem, hogy 20 deka marhahúst eszel meg, 15-öt, 10-et, vagy fél kilót. Na most ezt a fél kilót, ezt úgy meg lehet tenni így együltő helyben, mint a húzat, úgyhogy erre figyelni kell nagyon, hogy úgy programozd a kajádat, meg legyen annyi önmérsékleted, hogy nem nyomod be rögtön az egészet. A marhahús sokkal drágább, mint a csirkehús, de sokkal minőségű is, viszont általában azért valamennyire muszáj ezzel spórolnunk. Nem sokan tehetik meg, hogy mondjuk kilószámra eszik a saroléli darált marhahúst, annak ellen, hogy igazából árteljesítmény arányban nagyon jó, szerintem jobb, mint a csirke. Úgyhogy ezért is figyelni kell arra, hogy hogyan programozod. De nyilván most a fél kiló marhát ebből felesleges méregetni, tehát ha nagyon precíz vagy, akkor fogod ezt az egészet kiöntöd, leméled és kiadagolod magadnak, de nem kell, szemre meg tudod állapítani. Kiadagolok egy kicsit magamnak. Sikerült a világ legegyszerűbb ételét a lehető legbonyolultabban elmagyaráznom. De tulajdonképpen semmi. Jó marhahús, alápirítasz hagymát, sóbors, ha olyanod van, akkor raksz bele zöldséget, és kész. Meg ezen felül úgy fűszerezed, ahogy akarod, de nem kell túl spirázni. Ja, paprika, az kimarad. De a paprika sincs benne, akkor annyi lesz a különbség, hogy nem ilyen barnás színe lesz az egésznek. Ennyi. És már is hiper jó minőségű kajád van, amiből csak izmot tudsz építeni, semmi mást.